20 éves a közgazdászképzés Nyíregyházán, a jubileumra áprilisban konferenciát szerveztek az egyetemen, ma pedig egy különleges előadást tartottak közgazdasági és mezőgazdasági témában. A Magyar Közgazdasági Társaság a korábbi agrárminisztert, Tordján Józsefet hívta vendégül. Két dolgot kapcsoltuk volna össze, az egyik a közgazdasági társaság szokásos egy-két havi előadásai, a másik pedig, hogy 20 éves a közgazdasági képzés, és az igazából a mezőgazdasági főiskola keretei között indult el itt Nyíregyházán, és ezért gondoltam, hogy egy agrár, de gazdasági témájú előadással is megemlékezünk erre a jubileumról. Tordján József kérdésünkre elmondta, egy olyan terven dolgozik, ami segíthet fellendíteni a hazai agráriumot, és így az országnak is gazdasági kitörési pontot jelenthet. Rá kell mutatnom arra, hogy bár a közgazdászok általában úgy gondolják, hogy a szolgáltatóipar az, ami a GDP-hez viszonyítva a legnagyobb fejlődési lehetőséget hozza. Én úgy gondolom, hogy a specifikus magyarországi viszonyokra tekintettel a mi kitörési pontunk az agrárium és a feldolgozás lehetne, hogyha megfelelő irányítás alá kerülne ez az ágazat, és mindazt megcsinálnánk, amiből én több mindent fogok majd indítványozni. A volt agrárminiszter szerint tervei megvalósításával komoly eredményeket lehetne elérni az agrárium fellendítésében.